Nyugati rangadó a Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában, tiszta zöldben az Eto FC Győr, fehérben pedig a házigazda Szombathelyi Haladás együttese. Először idegenben csapatunk, és az első helyzet a szombathelyieké, míg a hetedik percben borvető 7 méterről fejelt a felső létre. Támadásban maradtak a hazaiak, mind a két csapat egyébként most már az első két fordulóban legyőzte a Nyíregyházát, mi ugye az első fordulóban, a Haladás pedig legutóbb, és mind a két mérkőzés 1-0-ás eredményt hozott. Az első lövésünk pedig Babatitól jön a 23. percben, azután volt egy rövid ivószünet, és aztán folytatódhatott a mérkőzés. Megélénkült a játék, Vitál is kapja vissza a lövésre, a megpattanó labdát Verpec üggyel bajjal tolja ki szögletre, és még ugyanebből a sarokrugásból akár meg is szerezhette volna csapatunk a vezetést, de volt némi szerencséje a házigazdának. Csonka elé kerül a labda, aki rádől, de a labdája elkerüli a jobb alsó sarkot. Aztán a 31. percben Hursán György megszerzi a vezetést a Haladásnak. Egy élesen belőtt labdára hamarabb érkezik, és mielőtt eljutna a kapusig a testéről, bekotorja a hálóba a labdát. Két forduló után 4 ponttal a Haladás, 3-mal az Eto. És most közelebb vannak a szombathelyiek ahhoz, hogy ők hagyják el győztesen a meccset, de az Etónak volt még egy órája, hogy egyenlítsen, vagy akár meg is szerezze a vezetést. Kis Máté szabadrugása elment fölé, aztán egy nagy küzdés után sikerül végül is megszerezni a labdát. Borsos Filip kapja a kiugratást, betör a 16-oson belülre, és ellövi a hálóba a 38. percben, megvan az egyenlítő gól. Szép csatárteljesítmény, de dicséret illeti valamennyi játékost, aki megharcolt a labdáért, hiszen a szombathelyi térfélen kellett megszerezni azt. Támadásban maradt az Eto, és megpróbálták a mieink még az első félidőben a maguk javára fordítani a mérkőzés, hogy előnnyel vonuljanak a szünetre, ám ez végül egy kis szerencsével a Haladásnak sikerült. A szabadrugás ugyanis megpattan a sorfalon, és aztán így Kovácsik Ádám számára ezt nem lehet elérni. Sipos Zoltánt írják a jegyzőkönyvbe gólszerzőnek, de az egyik védőn irányt változtatott a labda. A második félidőben az Eto mindent megtett az egyenlítésért, mutatjuk a legnagyobb helyzetet, sajnos több gól már nem született. Itt a fejest Verpec hárítja, maradt tehát az eredmény mindaz, ami már az első félidő végén kialakult, Haladás Eto FC Győr 2-1.